Én megszoktam, hogy egy ilyen feladatot végrehajtó katona ember vagyok, és ezt a vonalát, azt kell mondjam, hogy az életműnek, ezt én nagyon, hogy is mondjam, sok szeretettel figyelem, és látom, hogy megy a maga útján. Akkor is, ha ránézek, akkor is, ha nem. Ez nagyon fontos, hogy vannak olyan elemei ennek a történetnek, amik önálló életet képesek élni. És a Héttorony Fesztivál ilyen. Hát ezt én úgy látom, hogy ez is egy a rendkívül bő termés egyik magjának szárba szökkent növénye, amivel már szinte foglalkozni sem kell, mert látszik, hogy életerős és növekszik. Hát először is azért azt le kell szögezni, hogy én mindenevő vagyok. Tehát én rendkívüli mértékben szeretem a zenét, nyilván azért is lettem muzsikus, de számomra nem nagyon léteznek műfaji határok. Klasszikus zenészként végeztem, meg egy klasszikus zenét képző iskolában dolgozom, de az én érdeklődésem az ennél sokkal tágabb, és én nekem nagyon nagy örömet okoz bármilyen zenét hallgatni, ha az jó. És ebben apám sem volt másként. Hát ő rendkívül szerette a népzenét, de nagyon szerette a klasszikus zenét, a kortárs zenét, sőt rock zenét is hallgatott, ha az olyan volt, hogy valami megfogta őt benne. Ez, hogy komoly zene, könnyű zene, ezek olyan prejudikáló kifejezések, amiket én azt gondolom, hogy egy komolyan képzett és a zene fő funkcióját komolyan vévő ember csak elutasítani tud, de azonosulni vele nem nagyon. Egy komoly épület az valóban olyan harmóniát tud sugározni, ami csak a zenére jellemző. Jó épületekben, jó minőségű muzsikák hozzá, jó építészeti kiállítások, előadások, ez csak egy olyan egyveleg lehet, ami ha valaki rászánja az időt, hogy egy egyes eseménynek ezt a teljességét átélje, csak nyerni tud belőle. Én évek óta tervezem, hogy egyszer végig fogom járni, és végig megyek az összes helyszínen. Hát lehet, hogy csak nyugdíjban következik ez be, de ebből az is következik, hogy én ezt a bizalmat a fesztiválnak megadom, hogy 11 év múlva is még működni fog. Akkor megyek nyugdíjba.